Márciusban csak úgy repkedtek a magas pontszámok és kritikai elismerések, kiugróan nagy sikert aratott a Doom Eternal, az Animal Crossing New Horizons, a Persona 5 Royal, a Nioh 2 és az Ori and the Will of the Wisps is. Kiválogattuk a 6 legérdekesebb címet az év negyedik hónapjának felhozatalából, hát ha segíthetünk abban, hogy ne maradjatok le egy számotokra érdekes alkotásról. Resident Evil 3. A Resident Evil 2 remake óriási sikere után nem volt kérdés, hogy a harmadik részből is kell majd egy felújított, átdolgozott változat. A Nemesis visszatér, hogy sanyargasson minket, amint Jillt és Carlost próbáljuk kiterelgetni Raccoon Cityből. Sokkal akcióorientáltabb ez a rész, mint az eredeti vagy a tavalyi remake volt, és az állandóan a nyomunkban loholó gonosz is tanult új trükköket, de nagyon reméljük, hogy ez nem megy majd az élmény rovására. A Rezi 3-hoz jár a Resistance nevű többjátékos akciójáték is, ami önmagában talán nem túl érdekes mindenkinek, de így, hogy ajándékba adják, nos így mindenképpen megérdemel egy esélyt. Final Fantasy 7 remake. Ugyancsak áprilisban jön a Final Fantasy 7 újra gondolt változata, legalábbis annak első szelete. A feldarabolásnak az az oka, hogy így a fejlesztők elérhetővé tehetnek olyan területeket Midgaron belül, amiket korábban nem járhattunk be, és egy sokkal tartalmasabb játékot készíthetnek kompromisszumok nélkül. Ismét Cloud Strife-ot és alkalmi csapattársait irányítva küzdhetünk a gonosz Shinra Corporation-nel, azonban ezúttal egy modern akciószerepjátékot kaptunk, valós idejű, de a parancsok kiadása idejére megállítható harccal. Újaknak és veteránoknak így az élmény egyaránt ajánlott és érdekes lehet. MotoGP 20. A szokásosnál hamarabb, június helyett már áprilisban megkapjuk a MotoGP játéksorozat idei részét, amely okot adhat az aggodalomra, de a fejlesztők ismét nagy előrelépést ígérnek. Szebb lesz a látvány, okosabb a mesterséges intelligencia, viszont talán ennél is izgalmasabb, hogy legendás versenyzőkkel élhetjük újra a sportág történelmének valóban fontos pillanatait. Nem várunk többet annál, mint amit eddig kaptunk, de örülni fogunk, ha mégis sikerül meglepni minket. Predator Hunting Grounds. Az Illphonic a péntek 13 után egy újabb népszerű filmes franchise-t ültet át a játékok világába, ezúttal a Sony megbízásából. A Predator Hunting Groundsban egy játékos a ragadozó szerepét tölti be, a többiek pedig katonák lesznek, akiknek változatos küldetéseket kell teljesíteniük, miközben lehetőleg az a cél, hogy maradjanak valahogy életben. Mindkét oldal képviselői különböző karaktertípusokból választhatnak, és döntésük meghatározza képességeiket, eszközeiket. Izgalmas, feszült játéknak ígérkezik, de sajnos a demót látva azért vannak erős kétségeink. Gears Tactics. Bejelentése óta nem sok szó esett a Gears sorozat spin-offjáról, pedig a koncepció maga határozottan érdekes. A Gears Tactics az XCOM-hoz hasonló akciójátékként értelmezhető, amelyben egy általunk összeállított csapatot irányítva kemény kihívásokkal kell szembenéznünk. A történet az első Gears of War előtt 12 évvel játszódik majd, így megismerhetjük a világ eddig nem ismert eseményeit. Az Xbox Game Pass előfizetők az első naptól kezdve korlátlanul játszhatják majd a játékot, de a Microsoft Steam-en is elérhetővé teszi, szóval mindenképpen érdemes majd rápróbálni. SnowRunner. Különleges élményt kínál a MudRunner sorozat, melynek részeiben mindenféle veszélyes terepeken kell átvergődnünk, a részben a Szovjetunióból itt ragadt autók segítségével. A SnowRunner a széria folytatása, melyben 40 jármű áll majd rendelkezésünkre, hogy ezek segítségével átjussunk sáron, vizeken, havon és befagyott tavakon, teljesítve megbízásunkat. Aki versenyezni akar, itt nem találja meg, amit keres, de aki szereti a lassú tempót és a kihívásokat és a hatalmas járműveket, bátran vágjon neki a vadon. Májusban megint lassulásra számíthatunk majd, az Iron Man VR, a The Last of Us Part 2 és a Wasteland 3 kivételével egyelőre nem jelentettek be semmi olyat, amire igazán nagyon-nagyon vágynánk. Kérdéses még, hogy a Fast and the Furious Crossroads halasztására sor kerül-e, ha már a halálos iramban 9-et egy évvel eltolták. Ez hamarosan kiderül, addig is játszatok sokat, keressétek a teljes listát a www.gamestar.hu oldalon, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok be a csengőt és kövessetek minket minden lehetséges platformon a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönjük, hogy néztek minket, vigyázzatok magatokra, sziasztok!